három tétellel bővült a települési értéktár. Technológiai fejlesztéssel növeli versenyképességét az Acélhidak Kft. Apostagi fiók telepén. Az állatok világnapján gyűjtést szerveztek a móricosok. Lezajlott az Ovi Foci Kupa második fordulója. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk önöknek városunk legfontosabb híreit. Október elején ülésezett a Települési Értéktárbizottság, és döntésük alapján a Települési Értéktárba került a Móricz iskola Kodály módszere, a Jószolgálati Otthon Ragyog Kékben Dunajváros projektje és a Quintia zenekar is. A Dunajváros közgyűlése 2016-ban hozta létre Települési Értéktár Bizottságát, amelynek feladata a helyi értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. A bizottság lakossági javaslatra listába veszi a város szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi terméket, tárgyat, kulturális alkotást, hagyományt, jelképet, illetve természeti értéket. Október elején ülésezett a Települési Értéktárbizottság, amelynek munkájáról Barta Endre humán alpolgármester számolt be. Az Értéktárbizottságnak a tagjai még Farkas Lajos múzeumigazgató, illetve Szabó Imre főépítész, illetve jó magam, mint humán ügyekért felelős alpolgármester. Múlt heti ülésre három felterjesztés érkezett, illetve három felterjesztés kapott pozitív elbírálást. Ezek közül az első a Dunajvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunajváros zenei és kulturális életének meghatározó intézménye, a méltán világhírű Kodály koncepción alapuló oktatásnevelő munkája országszerte elismert. Az iskola által szervezett szakmai események, koncertek nagyon sok érdeklődőt, látogatót vonzanak városukba. Az iskola célja továbbra is folytatni azt a kultúrmissziós munkát, melynek segítségével az országban és határainkon túl is népszerűsíti a Kodály Zoltán elképzelései alapján működő zeneoktatást, és ezzel nem csak az iskolát, hanem a várost is elismerté teszi az országban és külföldön egyaránt. Fontos feladatnak tartja a közösségnevelést, ízlésformálást, hogy Dunajváros lakói minél több értékes, magas színvonalú művészi élményhez jussanak. Mindezzel olyan értéket képvisel, amely méltóvá teszi Dunajváros értéktárba történő felvételre. Az értéktárba a Móricz iskola Kodály módszere alapján került be. A második szervezet, amely az értéktárba került, a Jószolgálati Otthon közalapítvány, ők a Ragyog Kékben Dunajváros projektjük alapján kerültek az értéktárba. A második felterjesztés a Jószolgálati Otthon közalapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet, kiemelkedő szerepet tölt be a társadalmi elfogadás elősegítésében, a másság elfogadásában, színvonalas, országosan is elismert programjaival, projektjeivel. A Jószolgálati Otthon közalapítvány következetesen képviseli azt a szolgálatot, ami a hátrányos helyzetű emberek megsegítését támogatja. Szélesen propagálják ezt a tevékenységet, így társadalmi témával tudták tenni ezt az ügyet. A Ragyog Kékben Dunajváros projekt méltó az értéktár gyarapítására. A harmadik szervezet, amely mostantól a Dunajvárosi Települési Értéktár része, a Quintia zenekar. Az öt női előadóból álló Quintia zenekar 2011-ben alakultak, azóta változatlan felállásban koncerteznek. Számos városi rendezvényen, kiállítás megnyitón, ünnepségen muzsikáltak, emelve az esemény rangját. Mára már szerves részét képezik Dunajváros kulturális életének. A magyar népzenén alapuló világzene műfajában olyan, azonnal felismerhető hangzást alakítottak ki, mely magával ragadó élményt nyújt minden hallgatójuk számára. A népzenei hagyományok ilyen formában történő egyedi megformálása olyan érzelmekkel teli előadásmóddal párosul, mely minden korosztálynak, a hallgatóság minden rétegének azonnal befogadható. Igényes, egyedi hangszerelésük párosulva a művészi előadásmóddal olyan érték, melyet városunk lakói megbecsülnek, szeretnek. Barta Endre a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a bizottság munkájáról a jövőben is szeretnének majd beszámolni, és természetesen várják a további felterjesztéseket a Települési Értéktárba. A 2022. évi népszámlálás menetrendje szerint először 2022. október 1-e és 16-a között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.
Dunaujváros megyeijugóváros önkormányzata úgy döntött, hogy az internetes önkitöltési időszakban segítséget nyújt a dunaujvárosi lakosok számára az online kitöltéshez két külön helyszínen is. Az önkormányzat a polgármesteri hivatal A épület földszinti dísztermében, valamint a József Attila könyvtárban számítógépeket biztosít az önkitöltés teljesítéséhez. Az önkormányzat által nyújtott segítséget elsősorban azon dunaujvárosi lakosok részére ajánlják, akik háztartásában nincs internetkapcsolat, azonban élni szeretnének az internetes önkitöltési mód lehetőségével. További részletek a város hivatalos oldalán olvashatók. Technológiai fejlesztéssel növeli versenyképességét az Acélhidak Kft. Apostagi fióktelepén. A 253 millió forint összköltségű projekt során megvalósuló géppark fejlesztés eredményeként a társaság növelni tudja gyártási kapacitását, gyorsabbá teszi az előkészítési, gyártási és minőség ellenőrzési munkafolyamatokat, így növeli a vállalkozás komplex acélszerkezetgyártási tevékenységének hatékonyságát és hozzáadott értékét. Acélszerkezetgyártó kapacitását és termékpalettáját is bővítheti az Acélhidak Kft. A Ginop Plus 12121 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című konstrukció keretében elnyert 177 millió forint feltételesen visszanemtérítendő pályázati forrásnak köszönhetően. A modern termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő technológiai fejlesztés az Acélhidak Kft. Apostagi fióktelepén című projekt az Európai Unió feltételesen visszanemtérítendő támogatásával valósul meg. A társaság számára kiemelten fontos beruházás, illetve fejlesztés részleteiről Bóka László ügyvezető számolt be egy sajtótájékoztató részeként. Ma, ha az infrastrukturális piacon megnézzük a helyünket, akkor benne vagyunk a három legnagyobb cég között, és ezt szerényen állítom, mert időnként az első, időnként a második, időnként mondjuk a harmadik helyre sorolnám magunkat. Legyártottunk több mint 8000 tonna acélszerkezetet, megszereltünk több mint 10000 tonnát, több mint 120 projekten vettünk részt. A Covid alatt is fejlődni tudtunk, a tavaly évben 4,5 milliárdot meghaladó árbevételt értünk el, és még idén is, ezzel a háborúval és energiaválsággal sújtotta évben is el fogjuk érni a 4 milliárdos árbevételt. Fejlődött tehát a géppark és az infrastruktúra is. Mindezt úgy, hogy Bóka László elmondása szerint a társaság a koronavírus járvány ideje alatt, illetve a jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére is növelni tudta a bevételét. Itt az apostagi fióktelepen szeretnénk növelni a gyártási kapacitást, gyorsabbá tenni az előkészítési, gyártási és minőségellenőrzési folyamatokat, mert azt reméljük, hogy ettől komplexebb lesz az acélszerkezet gyártási tevékenységünk, növekszik a hatékonyságunk, és a hozzáadott értéket is tudjuk növelni a termékeken. Eredményként várjuk még azt, hogy nő a versenyképességünk, erősödik a piaci pozíciónk, esetleg új partnereket is meg tudunk célozni ennek a beruházásnak a következtében. Bóka László beszámolóját követően a meghívott vendégek, partnerek, támogatók, cégek képviselői, Zakar Zoltán János polgármester értékelőjét is hallhatták. Kiemelte, egy ilyen volumenű vállalkozás, illetve egy ekkora beruházás mind az önkormányzat, mind pedig a település számára kiemelten fontos. Egy akkora településnek, mint Apostag, nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen cégek legyenek. Hiszen a mai önkormányzati rendszer működését, ha valamelyest ismerik, akkor tudják, hogy ezek a cégek azok, akiknek a hathatós közreműködésével az önkormányzatok előre tudnak lépni egyről a kettőre, vagy legalább fönn tudnak maradni. A tájékoztatót követően a vendégek Horváth Zoltán ügyvezető szakmai vezetése nyomán betekintést nyerhettek az apostagi telepen zajló munkába, megtekinthették az újonnan érkezett gyártóeszközöket is. Az Acélhidak Kft. Által gyártott acélszerkezetek a kezdetektől megjelentek az ország legjelentősebb acélszerkezeti projektjein. Legyen szó közúti hidakról, vasúti hidakról, gyalogos és kerékpáros hidakról, vagy speciális darúszerkezetekről. Nem csak a csepeli és apostagi gyártócsarnokokban, hanem a külső projekthelyszíneken is azon dolgoznak, hogy a megbízásokat kiváló minőségben teljesítsék. Az Állatok Világnapja alkalmából a Móricz Zsigmond Általános Iskolában gyűjtést szerveztek. A felajánlott tápokat, állattartáshoz használt eszközöket a Dunaujvárosi Állatvédő Egyesületnek adományozták, akik örömmel fogadták a bőséges felajánlást. Az Állatok Világnapja alkalmából országszerte több rendezvényt és eseményt is szerveztek kedvenceink tiszteletére.
Településünkön többek között a Móricz Zsigmond általános iskolában is gyűjtést szerveztek, amelyel a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület működését támogatták. A gyerekek és felnőttek közösen kutya, macska és madártápot is gyűjtöttek. A felajánlásokat október 4-én adták át az egyesület tagjainak. Iskolánkban ennek már hagyománya van, hogy támogatjuk az állatvédőket, tudjuk, hogy ők befogadják az állatokat, odafigyelnek a kitett kis állatokra is, és nagy segítség nekik, hogyha a gyerekek élelmiszerrel és egyéb dolgokkal támogatják őket. Ezen kívül arra ösztönözzük mindig a tanulóinkat, hogy menjenek a menhelyre, és fogadjanak onnan örökbe saját maguknak kis állatot, ami úgy gondoljuk segítség a menhelynek, de különösen nagy segítség azoknak az állatoknak, akiknek még nincs gazdájuk. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a felelős állattartásra is. Fontosnak tartják, hogy a fiatalok minél korábban megtanulják, egy állatra nem csak addig kell figyelni, amíg pici és aranyos. Idősebb korban is felelősséggel tartozunk értük. A gyerekeket a felelős állattartásra szeretnénk nevelni. Az a legfontosabb célunk, hogy tudják, milyen érték egy kis állat, és hogy nem csak szeretgetem egy-két hétig, és utána nincs rá szükségem, hanem felelősen válasszanak és tartsanak állatot. Ez nagyon fontos az ő szemszögükből is, erre neveljük őket. Bár az állatvédő egyesületek nincsenek könnyű helyzetben, sőt, sokan nap mint nap a túlélésért küzdenek, Székely Dóra a DÁV részéről örömét fejezte ki a felajánlás kapcsán. Azt mondta, ők abból a szempontból szerencsések, hogy viszonylag rendszeresen kapnak felajánlásokat iskoláktól, szervezetektől. Ezt bizonyítja az a meg annyi táp, pléd, játék is, amelyeket az iskolából szállítottak el. Örülök, hogy megint ránk esett a választásuk a móricos szülőknek, gyerekeknek a gyűjtés kapcsán. Az Állatok Világnapja alkalmából kaptunk megint lehetőséget, illetve rengeteg ajándékot a kutyusoknak, cicáknak. Ahogy elnéztem, van benne madárkaja is, úgyhogy a partnernek, a madarainak is. Most már a sokadik alkalommal vagyunk olyan szerencsések, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Nagyon-nagyon örülünk neki. A gyerekek tüneményesek, ahogy segítenek, most is, ahogy hordták ki, tavaly, amikor voltunk, akkor a kutyusokkal, ahogy játszottak. Nagyon-nagyon örülünk, hogy megint itt lehetünk, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítségét, szülőknek is, gyerekeknek is. A Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület folyamatosan várja a felajánlásokat és támogatásokat az állatszeretők részéről. Leginkább tápokra, kennelekre, plédekre van szükségük, hiszen ezek fogyócikkek az egyesületnél. Településünk egyik legvidámabb és legnépszerűbb programsorozata folytatódott október 6-án. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség az Aprók Háza tagóvodában rendezte meg az OVI Foci Kupa második fordulóját, ahol 11 dunaújvárosi és 3 vidéki óvoda csapatai mérték össze egymással az erejüket. Meg annyi ajándék, elismerés és apró meglepetés várta, illetve várja az OVI Foci Kupa programsor résztvevőit. A fiatalok számára megrendezett kezdeményezés célja már a kezdetektől fogva az volt, hogy minél több kisgyermek számára biztosítson sportolási lehetőséget. A nemes cél mögé szép számú támogató is csatlakozott, így a jókedv minden fordulóban garantált. A programsor második felvonását október 6-án szervezték meg, és az eseményen részt vett Bart Endre humánügyekért felelős alpolgármester is. Párhuzamot vonva a gyásznap és a sportprogram között az alpolgármester örömmel jelentette ki, a jövőt láthatjuk ezekben a fiatalokban. És hogyha itt mögénk nézünk, akkor valóban a jövőt látjuk, mosolygós fiatalokat, és már is össze lehetett kapcsolni ezt a napot ezzel a dologgal. És én nagyon hálás vagyok a szervezőknek azért, hogy itt már sokadik alkalommal megszervezik azt, hogy itt mosolygós fiatalok lehessenek. Itt körbenéztünk itt az Aprók Háza tagódának az udvarán, és nem csak egy focipálya van, ahol majd itt hamarosan rúgni fogják a bőrt, hanem számos egyéb bíjászkodás, és más olyan ugrálóvár, és más olyan programok, amik tényleg a kikapcsolódást, a mindennapokból való kis kizökkenést segítik majd itt a fiataloknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon ez a történet. Természetesen a megemlékezést is fontosnak tartom, és hamarosan ezek a fiatalok biztos, hogy ismerkednek majd a történelmünkkel, de legyen ez a következő jövő. A kupasorozat immáron 11 dunaújvárosi óvoda és 3 vidéki óvoda részvételével zajlott. Ennek apropóján Gyenes Józsefné intézményvezető azt mondta, ez is volt az egyik cél, hogy regionális szintre emeljék a sorozatot, ezzel is minél több kisgyermek számára biztosítva sportolási, szórakozási lehetőséget.
Nagyon örültem, hogy három vidéki csapatot is be tudtunk hozni ebbe a programba, úgyhogy itt van Baracs, Rácalmás és Kulcs. Tervem volt mindig is, hogy régióra kiterjeszteni ezt az egészet, tehát ne csak a dunai városi kisgyerekek élvezék ezt a jót, hanem ismerjék meg a vidéki óvodások is, hogy milyen program zajlik itt nálunk az óvodákban. Ugye adott több óvodánkban ez a focipálya, amely műfüves, multifunkciós, tehát nem csak focira alkalmas, hanem mindenféle kosárlabdától kezdve mindenre. Tehát nagyon ki tudjuk használni ennek a lehetőségét. Nagy az udvar, tehát mind a 14 óvoda, aki megjelent, elfér most a pályán. Az intézményvezető őszinte örömmel beszélt arról is, hogy szerencsére számos intézmény támogatja a sorozatot, így a fiatalokat érmek, értékes ajándékok, frissítők várják egy-egy ilyen sportos délelőtt után. Ajándékok ugyanúgy a szponzorok által megérkeznek, tehát a gyümölcskosarak, a kis kupák, az érem, ami ugye a gyereknek nagyon fontos, és hát a pizza, ami nekik a legfontosabb, hogy a bendő is tele legyen, mert azért el fognak fáradni. Frissítésről gondoskodtak a szervezők, ezt köszönjük a DLS-nek. Én nagyon örülök, hogy mindig minden szervezet próbál segíteni valamilyen formába, és azt gondolom, ez így kerek. A gyerek az egészsége, az egészségességért tett akciók azért nagyon fontosak a város különböző szervezeteinek. Nagyon jó a kapcsolatunk. Bárhova nézünk, a kampusztól kezdve, a DLS-ig, az önkormányzatig, tényleg olyan segítőink vannak, akik gondoskodnak mindig arról, hogy egy nívós délelőttöt tudjunk összerakni. Hatalmas és megérdemelt siker volt tehát az Ovi Foci Kupa második állomása. A harmadik, egyben az idei sorozat utolsó fordulója a Mikulás Kupa lesz majd, amelyet az eddigi pozitív tapasztalatok alapján nagyon várnak már a szervezők. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.